Tisztelt igazgató úr, igazgató asszony, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves kollégák. Dear Mr. Demény, dear Mr. Schlitzler, dear Mr. Simon, dear friends, ladies and gentlemen. Köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy személyesen vehetek részt az Euroflex Közép-Európai Kft. Új hangár épületének alapkőletételén. Thank you for the invitation to be participating in the foundation stone ceremony of the new Aeroplex hangar in person. Engedjék meg, hogy egy gondolatot idézzek Otto Lilienthaltól. Please allow me to share with you a quote from Otto Lilienthal. A repülőt feltalálni semmiség, megépíteni az már valami, de repülni, ott dől el minden. To invent an airplane is nothing. To build one is something, but to fly is everything. Lilienthal, mint mérnök ember, bizonyára tudatában volt annak, hogy ezt a gondolatsort ki lehet egészíteni azzal, hogy repülni ugyan lehet, de karbantartás nélkül nem sokáig. Mr. Lilienthal, being an engineer, I'm sure was aware that you can say to fly is everything, but it's not actually everything, because if you don't have maintenance, you won't fly for long. Ha azt mondjuk repülőgép karbantartás, ma nem csak Magyarországon, de Közép-Európában is az Aeroplex neve merül fel első helyen. If we speak about aircraft maintenance, then not only in Hungary, but in Central Europe as a whole, Aeroplex is the first name that comes to mind. Az Aeroplex ma már egy brand, amely mögött egy erős, stabilan működő gazdasági társaság áll, nemzetközi szinten is elismert tudásbázissal és elhivatott naprakész szakembergárdával. Nowadays, Aeroplex is a brand with a strong and stable company behind it, with international know-how, experienced and committed staff members and specialists. Örömre ad okot napjainkban különösen, hogy ez az állami tulajdonú vállalat egyértelműen növekvő pályán halad előre, 2016 óta folyamatosan pozitív eredményeket ér el. It is absolutely delightful, especially in these times, that this state-owned company has been progressing very well and is developing and growing continuously and has been producing positive results ever since 2016. Ebben kétséget kizáróan szerepet játszik a több lábon álló üzleti stratégia, a menedzsment eredményközpontú szemlélete. A piacképes társaság bővülni tudott a hangár karbantartás területén, elindult a hajtóműágazatban a cargo és a VIP repülőgépek javításában. Undoubtedly, the major role in this has been played by the diversified business strategy and the profit-oriented approach of management. The company has been able to expand into hangar maintenance areas, for example, and also engine maintenance, and also into the repair and overhaul of cargo and VIP aircraft. Ezt a növekedést tovább erősíti a megépülő, méretét tekintve hazánkban egyedülálló, több mint 8000 négyzetméteres hangár, és a hozzá kapcsolódó fejlesztések. This new hangar development will further strengthen this growth. In terms of its size, it will be a unique facility in Hungary of more than 8,000 square meters and also all the related developments. A 2022 elején megvalósuló stratégiai beruházás, aminek avat ünnepségén itt leszünk, 200 új munkahelyet teremt, egyúttal alátámasztja azt a törekvésünket, hogy Magyarország az európai repülőgép karbantartás élvonalába tartozzon. This strategic investment will be completed by the beginning of 2022, and I can assure you that I intend to be present at the handover ceremony. And indeed, by that time, the facility will create 200 new jobs and also support our aim of elevating Hungary into the forefront of European aircraft maintenance and repair overhaul activities. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az Aeroplexet önök alkotják és működtetik. Az önök helytállásának köszönhető, hogy a cég rugalmasan és hatékonyan kezelte a koronavírus okozta helyzetet. Olyannyira, hogy ezekben a nehéz időkben túlszárnyalta az előzetes üzleti terveket. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, you form and operate Aeroplex yourselves. Thanks to your hard work and dedication, the company has been able to handle the current coronavirus pandemic flexibly and efficiently, so much so that in fact it has exceeded its business plans.
A társaság egyértelműen azok cégek körébe tartozik, amelyek jól alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, és megerősödve élték és élik át a nehéz hónapokat. The company is clearly one of those ones which has managed to adapt very well to the altered current conditions and has actually come out of these last couple of very difficult months strengthened. Mindez ezt mutatja, hogy az Aeroplex más állami vállalattal együtt stabil bázist jelent a gazdaság újraindításához. This shows that Aeroplex, together with other state-owned companies, will provide a stable basis for restarting the economy after the pandemic. Ezért engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy a magyar állam, mint tulajdonos nevében, megköszönjem önöknek kitartó munkájukat, helytállásukat. Therefore, on behalf of the Hungarian state, please allow me to take this opportunity to thank you and for all the colleagues for their hard work and dedication. Bizonyos, hogy a jelenlegi és elkövetkező időszak, második hullám egyre nagyobb fizikai és lelki erőfeszítést kíván mindnyájunktól, ezért arra kérem önöket, hogy most ez az összefogás, a bizalom kiemelt fontosságát tartsák szem előtt. It is certain that the coming months of the second wave will require increased physical and mental demands and capabilities from all of us. Therefore, I'd like to ask everyone that in the coming months we should consider to ourselves along the lines of unity and trust. Magár Andrea miniszterasszony és magam nevében köszönöm még egyszer a meghívást. A beruházás megvalósításához sok sikert, munkájukhoz erőt, lendületet, és ami kell az élethez, szerencsét kívánok. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. On behalf of Minister Andrea Bártfai Magyar, I would like to wish all the best for this project. Thank you very much for your hard work, also a lot of dedication and some good luck. Thank you.